Marton Adrien vagyok. Imádok utazni, idegen országokat számomra még ismeretlen kultúrákat felfedezni, megnézni, megízlelni, megtapasztalni. Szeretek új barátságokat kötni és örök emlékeket gyűjteni. Most kaptam 10 napot, hogy felfedezzem Toszkánát. Nem is akárhogyan, profi segítséggel. Egy magyar pár, akik minden valószínűséggel a legolaszabb magyarok, Viki és Mikael segít majd ebben. Olyanokat ismerek meg, olyan helyekre utazom, ahova legtöbbször nem vetődik el egy turista sem. Olyan ízeket kóstolok, amik igazán toszkának, és majd 2 hétig úgy fogok élni, mint az olaszok. Dolce vita, édes élet. Ezt mondják, én pedig csak erre azt válaszolhatom, hogy igen, vagyis egy óriási szí. Viareggióba érkezem, és ez igaz lesz a nagy kaland minden napjának végére. Innen indulok, és ide térek majd haza. Ebbe az aprónak legkevésbé sem mondható az olasz Rivierán elterülő tengerparti városba, ahol közel annyian élnek, mint Veszprémben. Már az első pillantásra rabul ejt a hely. Először is ezzel a pálmafákkal övezett tengerparti sétányával, aztán csak elég a levegőbe szagolni, hogy érezzük, itt bizony egy karnyújtás a tenger. Az egész helyet áthatja valami különleges hangulat. Nem látni szomorú, orrát lógató embert, minden zsibong, és úgy nagyon él. Viareggióban sokan élnek halászatból, amit rögtön látok a kikötőben, ahogy azt is, hogy itt bizony tudják, mi a tuti. Filmbeillő jachtok horgonyoznak hanyag eleganciával a part mentén. Persze nem maradhatnak el a jobbnál jobb olasz márkákat kínáló kirakatok sem, Valentino vagy éppen Armani. Sosem volt számomra kérdés, az olaszok szeretik az egyedit és a minőséget. Viareggio azonban nem csak ezért különleges. Itt azt ígérték nekem, meglátom, hogyan élnek az igazi olaszok és hogyan nyaralnak. Mert Viareggio ilyen hely. Nem egy turisták által csordultig töltött jezoló, hanem egy egyedi toszkán település, ami még megőrizte az eredetiségét. 20 kilométerre Luccától vagy éppen Pízától, alig 30-ra a híres kararai márványbányától, még a Cinque Terre is látszik a távolban. Egy óra Firenze, de nem kérdés, ez a hely önmagában is egyedülálló. Ma pedig fel fogom fedezni, de nem ám úgy, mint egy hétköznapi érdeklődő útikönyvvel a kezében. Érkezzünk is meg a Villa Apollóba, a szállásomra, a következő napok bázisára. Itt vár rám Viki és Mikael. Ők viszik ezt a toszkán villát, ahol mindig szívesen látott vendég a magyar. Én különösen izgulok, mert Vikiék nem kizárólag szállásadók, hanem igazi kalandorok. Évek óta szerveznek közös főzéseket, ahol első kézből hivatásos olasz szakácsoktól lehet tanulni, de gasztrotúráznak is, sajtműhelyeket, borospincéket, olajligeteket látogatnak. No meg ne feledkezzünk meg a kulturális programokról sem, amik itt Toszkánában valóban szinte sokkolják az embert. Persze jó értelemben. Na de ne szaladjunk ennyire előre, vagyis éppen csak a villáig. És te hozott. Köszönöm szépen. Gyere, Adri, hadd vezesselek egy kicsit körbe a szállodánkban. Ez a lobbing. Nagyon szeretem ezeket a mozaik csempéket, amik a múlt század elejé óta itt vannak. Itt látod ezt a kis márvány lépcsőt is, ami felvezet a szobákhoz. Az egésznek a hangulata tágas, világos, és tényleg ezzel a lépcsővel, és ezzel a virágos padlóval nagyon-nagyon romantikus. Igen, a ház liberti stílusban épül, tényleg a kovácsolt vas motívumok, a lámpák, a stukkók, majd meglátod, így majd szépen kibontakozik előtted, minél több időt eltöltesz, így meglátod, hogy mindig van egy kis szépség, ami úgy megragad napról napra. Nagyon fontos volt számunkra, hogy csináljunk, készítsünk a vendégeknek egy nappalit, ahol, hogy ne a szobába üljenek, hanem egy picit ismerkedjenek, kössenek barátságokat, itt együtt tudnak a gyerekek kártyázni, játszani, a felnőttek esténként beszélgetni. Én ide le is pattanok, mert most így
Úgy éreztem, hogy a hangulatot így átadtad nekem is most. Na, örülök. Mindennek, amit itt látsz, története van. Tehát például ezt a lukai régiségpiacon vettük, ezt a dióasztalt, és tényleg majdnem 200 éves. Mi minden képet, minden kis mozaik kockát nagyon-nagyon szeretünk, és a magunkénak érezzük. Hát az lesz különleges igazán, amiben a szívedet, lelkedet beleteszed, és ahogy nézem, ebben minden benne van. Gyere, Adri, hadd mutassam meg még az étkezőnket, ami szintén egy nagyon fontos, hiszen itt zajlanak a reggeliztetések. Nincs sok asztalunk, hiszen tényleg kis pici szálloda vagyunk, de ami itt a nagy kedvencem az az, hogy az első 2-3 nap még így ülnek a vendégeink, de utána már halljuk, hogy tologatják össze az asztalokat, kötődnek barátságok, és fantasztikus ezt is látni, hogy tényleg így csapat lesz a vendégeinkből. Hát abban biztos vagyok, hogy ehhez a ti személyiségetek és jelenlétetek is kell. Nézd csak, ami még egy nagyon, nagyon aranyos és nagyon cuki megoldás, ez egy ősrégi vasradiátor, és régebben ez arra a célra szolgált, hogy a teájukat itt ebben a kis meleg vas részében melegítették meg. Ez nagyon-nagyon tetszik. Ezt is megtartottuk, és tényleg azt gondolom, hogy ez is a villának a része. De a villának a fontos része a konyha, amiben te most nagyon sok időt fogsz eltölteni, úgyhogy gyere, nézzük meg. Menjünk! Ez Mikkel kedvenc helye, azt kell, hogy mondjam. Nem a szépségéről híres, de viszont annál profibb, és tényleg mindennel felszerelt. Látom itt közben, hogy van mindenféle finomság, például articsóka, ami sokkal szebb, mint például, amit Magyarországon lehet kapni, de itt van a bazsalikom is, aminek mennyei az illat, ebbe biztos vagyok. Hát azt gondolom, hogy elég sok mindent tudunk itt majd főzni, sütni, hiszen az alapanyagok megvannak, és a technikai felszereltség is megvan hozzá. Igen, és hogyha meg akarsz pihenni egy fárasztó főzés után, akkor gyere, megmutatom a kertünket. Elég, itt szerintem még relaxálni is tudsz. Hűha, azért kicsit irigykedek, hogy ilyen csodálatos pálmafáitok vannak itt az udvarban. Szeretem ezt a lépcsőt, ehhez is egy nagyon érdekes élményünk fűződik. Képzeld el, volt nálunk egy ifjú pár, ahol egyik reggel a fiú itt kérte meg a lánynak a kezét. Tényleg? Igen, és olyan nagy boldogság volt, hogy pár hónap múlva hozzánk jöttek vissza, és itt töltötték a nászútjukat. Felérkeztünk ide, ahol a szobáink vannak, 10 szobák van összesen, és szeretném, hogy te válasz magadnak szobát. Most 3 szobánk szabad, de nagyon örülök, mert különböző típusúak, úgyhogy legalább tudsz belőlük választani. Ez egy tengeri, világos szoba. Én nagyon szeretem. Igazából a szobáinkra az jellemző, hogy meghagytuk mindenhol a patinás régi dolgokat is. Például ez a parkett, amit látsz, ez több mint 100 éves. Hadd mutassam meg neked a következő szobát. Az egy kertre néző, csendes, erkélyes szoba. Én nagyon szeretek itt reggelente kiülni, nyugalomban meginni a kávémat, elolvasni az újságot. Egy picit olyan feltöltődős ez a szoba nekem. Ott lenne a következő szoba, ami esetleg a kedvenced lehet. Szerintem akkor az ágy, hogy bőven elférsz benne. Az biztos, hűha. Azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy melyiket választom. Most már tudom, hogy miért hagytad utoljára. Van egy hatalmas erkélye is, és esténként kiülhetsz, de szerintem nézzük meg, hogy milyen közel van a tenger, mert tényleg 50 lépés, és már lógathatjuk is a lábunkat. Talán 50 lépés sem kellett, hogy megérkezzünk a partra. Bár még csak április vége van, már kint vannak a napernyők és a nyugágyak. Valahogy itt Viareggióban még a tavasz is egészen más. Lehet, hogy ravasz, mint otthon, de a napsütés azért adott. Guidónál jöttünk le a strandra, ide járnak Vikiék családdal és vendégekkel is. De egymást érik a kapuk különböző elnevezésekkel, Amor, Primavera vagy éppen Ermanno. Viareggio igazi fürdőváros. Viareggióban tényleg megtaláltuk azt, megtaláltam azt, ami minden egyben van. Tehát maga a tenger, a hegyek,
És hát természetesen az, hogy ugye még emellé azt csinálhatunk az életünkben, amit szeretnénk, tehát az a munkánk, ami még ugyanúgy feltölt. Igazából első pillantásra szembetűnő volt nekem, amikor idejöttünk, hogy az olasz emberek egy picit lazábban élnek, kevesebbet stresszelnek, hiszen nincs szükség rá, mert úgyis aminek meg kell történni, az megtörténik, hogyha az ember idegeskedik, attól még az ott van, és ott lesz, és igenis, hogy kell venni egy mély levegőt, megoldani a dolgokat stressz nélkül. Ezt ők nagyon jól tudják csinálni a mindennapokban. Eszméletlenül szeretik a gyerekeket, az állatokat. Tehát például nem érzem itt egyszer sem azt, hogyha egy bömbölő csecsemő bent ül az étteremben, akkor te felesleges vagy, akkor te zavarsz, akkor menj el máshová, amit máshol szoktam érezni. Mindenki sokkal nyitottabb a másik felé, és a legfontosabb az, hogy tényleg nagyon elfogadók és befogadók. Azt mondják, kell az embernek egy hely a világon, ahol úgy érzi, megérkezett. Azt hiszem, ez Vikijéknek Olaszország. Napfényes tenger, zöld lankák, magasba törő hegygerincek, szőlő és olivaligetek, narancsfák, és még valami. Egy különleges olasz fűszerezése a mindennapoknak. A megunhatatlan Toszkána, mondja Viki, és tudom, én is így fogok érezni. Ahhoz, hogy a vendégek ennyire jól érezzék magukat, azért a ti személyiségetek is kell. Mitől vagytok ti mások? Mert azt látom, ahogy mesélsz ezekről a dolgokról, hogy gyakorlatilag tényleg ez a te gyermeked, ez a te kincsed, a gyümölcsöd, a mindened, és hát imádod ezt a környezetet. De mi még, amivel te vagy te is, te vagy Viki? Ezt a vendégek tudják jól elmondani rólunk, hogy amit csinálunk, annak mi kell a lelke, én meg a szíve. Tehát, hogy nagyon ki tudjuk egymást egészíteni, és talán ebben rejlik a titok. Azt a mindenit, ez aztán a terű asztalkám. Azt Mikkel készítette? Igen, ez Mikkel specialitása. Na, itt jön a reggeli. Utolsó Lego kocka. Azt sem tudom, hogy melyikkel kezdjem. Szerintem azzal, hogy elárulod, hogy most rád bízom magam, és arra gondoltam, hogy te javasolj nekem, hogy mit tegyek. Van valami olyan, ami speciálisan valami toszkán étel? Na, ezen a reggeliző asztalon toszkán a májkrémünk, az egy Crostino Toscano-nak a májkréme, amiben szardella, édesbor, csirkemáj, kapribogyó, minden benne van, ami szép és jó. Ez azt hiszem, hogy jelen pillanatban az egyetlen toszkán, ja, meg a sonka a dinnyén, az is egy toszkán sonka, ami arról híres, hogy a pármaival és a San Danielével ellentétben egy sósabb sonka. De talán ami a leglényegesebb az, hogy nem olasz reggelit eszünk itt a szállodában, hanem egy magyar gyomorra tuningolt olaszos reggelit. Az olaszok ugye csak egy kávét isznak és egy brioszt, és utána délig egyik fél kettőig nem esznek semmit. Csak gondoltuk, hogy annál egy kicsit többet tudunk nyújtani. Csak egy brióst tesznek? Csak egy brióst tesznek, egyetlen egyet és egy kávét. Néha másfél kávét és egy brióst. Hát szerintem teljesen mindegy, hogy magyar gyomor, olasz gyomor. A lényeg az, hogy mi éhesek vagyunk, ez pedig mennyien néz ki, úgyhogy meg is fogjuk enni. Ha pedig már beköltöztünk, akkor irány a város, persze nem négy keréken, hanem kettőn. Nem véletlen, hogy az olaszok olyan jól festenek. Hiába a pizza, a paszta, itt Viareggióban bizony sokan járnak biciklivel. Munkába bevásárolni, vagy csak nézelődni, tekerni egy jót. Ez a város nem csupán a felfedezni vágyóknak, de akár a gyerekes családoknak is igazi paradicsom. Tengerpart, pálmafák, jobbnál jobb éttermek, fagylaltozók és fantasztikus pínea parkok. No meg a történelem. Na nézzük! Ez itt például Puccininak az utolsó háza. Itt élt, mikor elköltözött Torre del Lagóból, és effektíve ez volt a háza, amikor Brüsszelben meghalt. Sok ilyen történelmi, kulturális vonatkozása van Viareggiónak, például Shelley itt halt meg, vagy Thomas Mannnak a Mario varázsló könyve itt játszik Viareggióba. Tehát ugye a múlt század
elején, a múlt előtti század végén, ez egy nagyon-nagyon fontos hely. Milyen cuki kis hangulatos házak. Igen, ez egy Viareggio-ra jellemző építészeti stílus, a neve az, hogy Via Regina, és nézd meg, annyira cuki, hogy mindegyiknek van egy kis kertje, itt elől, mögötte is van, és teljesen egybefolynak így az erkélyek, csak a színek választják el a házakat egymástól, és ami még érdekes, hogyha például a Komói tónál vagyunk, vagy bárhol Olaszországban, ezt a stílust akkor is Via Reginának hívják. Nagyon aranyosak. Itt a Passeggiatán sétálva és biciklizve mindig az jut eszembe, hogy milyen fantasztikus lehetett az 1910-20-as években itt fürdeni, mert nézd meg, ezek az épületek itt végig abból a korból származnak, és például ez az egyik kedvencem, ez a baléna, hogy annyira gyönyörűek ezek a kövek, mint hogyha tényleg valami féldrága kőből lennének. És tényleg ennyire közel van a tenger, hogy ott a végén már ott is van? Igen, igen, igen. Az illatát már érzem is. Egyértelmű, ez itt a Nyugati Riviera egyik legismertebb üdülőhelye, sőt, ahogy Vikiéktől megtudtam, az első strandfürdő 1828-ban nyitott. A fürdőzésnek tehát igazi múltja van ezen a településen. Itt vagyunk a Viareggio-i kikötőben, ide jönnek be a halászhajók, itt vannak a kis vitorlások, a motorhajók, és egy nagyon érdekes dolog itt mögöttünk, ez a két bárka, itten frissen fogott tintahalat, rákot és halat sütnek ki, fritíroznak, és ilyen szép napon, mint ma, millió ember áll sorba reggeltől estig. Egy másik érdekesség, ami a hajókkal és Viareggio-val függ össze, az az, hogy Viareggio az egyetlen olyan hely a világon, ahol a top 10 jachtkészítőből több mint egy van, mégpedig kettő, a Perenni és a Benetti. A Perenni az a csúcs gyártója a óriási vitorlás jachtoknak, a legnagyobbakat ő gyártja a világon, és a Benetti az egyik klasszikus luxus jacht gyártó a világon. Mind a kettő itt van a hátunk mögött. Január 15-én ültem itt kint, és gyönyörűséges napsütésben, ezer ember társaságában eszegettük itten a fritírozott halat. Na. Akkor is volt ilyen zene? A zene mindig van. Menjünk tovább. Guruljunk! Azt hiszem, a fáradt utazónak jár a felüdülés, akár egy olasz fröccsel is, jól esik a beszélgetés mellé. Még az utazásom előtt figyelmeztettek, Toszkána nem csak egy egyszerű, unikális régió, hanem egy hely, ami nem kérdez, magával ránt és elvarázsol. Viki és Mikael ezt már hosszú évekkel ezelőtt megtapasztalta. Azt mondják, mindenkiben benne van vágy, hogy úgy éljen, mint az olaszok, és hinnem kell nekik. Gimnazistaként kijelentettem, hogy nekem lesz egy szállodám az olasz tengerparton, és nem kell kompromisszumot kössek. Én négy országban, négy nyelven nőttem föl már gyerekként, és mindig kérdezték, hogy na hol érzed magad a legjobban, neked mi az otthon, és mindig Olaszországot választottam, ami ugye nincs benne ebbe a négybe. Aki Olaszországban nem tud boldog lenni, az sehol nem tud boldog lenni. Ott lakni, ahol mások nyaralnak. 30 éve hallotta Mikael először ezt a gondolatot, és hosszú évtizedeknek kellett eltelnie, amíg valóra is váltotta. A korábbi európai multicégeket irányító felsővezető letette a nyakkendőjét. Azt kell, hogy mondjam, hogy a magyarok pessimizmusa az inkább egy óvatosság. Azt tapasztaljuk a vendégeinken, mikor a foglalási folyamatok mennek, nagyon sokan visszakérdeznek, hogy akkor biztos, hogy jöttünk, vagy megérkezett az előlegünk. Egy olasz soha nem kérdezni meg, hogyha valamit átutal, hogy meg is jött-e, hiszen nem számít abban, hogy a pénz valahogy elveszik. Magyarországon se veszik nagyon el, de az embereknek az van a fejében, hogy jobb, hogyha háromszor utána kérdezek. Az olasz az optimista. Mi is egy temperamentumos család vagyunk, ha abból indulunk ki, hogy összesen négy gyerekünk van, tehát akkor el tudod képzelni, hogy mi van nálunk. De én úgy gondolom, hogy a temperamentumnak is a pozitívumát. Tehát nagyon kiadjuk az érzelmeinket, nagyon könnyen megbocsátunk, nagyon, igen, lehet, hogy néha gyorsak vagyunk, és nagyon kijönnek belőlünk a dolgok, de biztos, hogy nem kell félnünk, hogy a bennünk rakódott dolgok azok megbetegítenek, mert ami a szívünkön, az a szánkom. Mi azért sose voltunk nagyon távol az olasz mentalitástól, az olasz temperamentumtól, tehát nem kellett sokat tanulnunk tőlük, de ami tanulni volt, azt megtanultuk. Ha pedig már olasz virtus, akkor egy kis olasz sajátosság, siesta, utána pedig irány a konyha. Come on.
Viki és Mikál 4 éve foglalkoznak azzal, hogy a magyaroknak megmutassák az olasz és leginkább a toszkán konyhaművészet remekeit. Itt aztán van mit tanulni. Nem csoda, lássuk be, az olasz konyha bizony meghatározó a világban. Mikál, gondoltam meg leszek, mit is készítesz a konyhában? Hát ez több dolog lesz, de ez egy fette sottile, ez egy nagyon vékonyra vágott marhahús, parmezánnal és rukkolával. Már csak egy kis olajat kell rárakjunk, és így tesz azt a szépet, aminek azt. Igen, igen. Ez egy világbajnok olaj, gondoltam, hogy ebben kezdjük. Ti sokszor eszitek? Kirakjuk ide a szélére. Jó. És utána még egy ténylegesen toszkán valamit szeretném csinálni, mégpedig egy bisztéke fiorentinát. Ez a itteni Chianina marhából készül. Ez egy hatalmas nagy steak, látod, gyönyörűen vastag. Van kedved segíteni? Hát, hogyne. Na. Képzeld el, imádok főzni. Na. Itt van, mondom, egy vágódeszka. Hogyha ezt a cukinit felvágod. Még én meg a spárgával foglalkozom. Vastagságban ez megfelel? Kiváló. Na nézzük. Ezt azonnal elindítom. Nagyon számít az a zöldségek, gyümölcsök zamatában, ízében, kinézetében, hogy ennyi napsütést kapnak? Hát kimondottam. Itt ugye szinte soha nem ízesítenek semmit, hanem arra megy ki a játék, hogy a zöldségnek a saját ízét hozzuk ki maximálisan. Tehát só, bors, olaj, néha citrom van benne, és ezt akkor tudod csinálni, mikor a zöldség saját maga egy olyan pompás ízvilággal rendelkezik, hogy ez kibírja. Amúgy nem csak a zöldségek és gyümölcsök, illetve a húsok minősége számít, hanem az, hogy hol készítjük el, és ahogy látom, neked elképesztően professzionális konyhád van. Hát itt nálunk erre van szükségünk, hisz néha sok embernek kell gyorsan valamit főzzünk, akkor nem érünk rá várni arra, hogy egy elektromos tűzhely. Na hát én viszont gyorsan el is készültem ezzel. Ez kiváló. Én akkor azt kérném, hogy ezt rakjuk erre rá, jó, és indítsuk el a... Talán a másikat is megkérhetnének, hogy azt is csináld meg. Én meg hozom a finom olajunkat, ami a lényege a főzésünknek. Na, itt már az első profi konyhának a jellegzetesét megtaláltuk. A sok tüzet. Azon gondolkoztam, hogy talán a salátába, szétöröd, mutatok egy technikát, mutathatok, na, hogy ezzel a résszel mérgesen és keményen rá kell csapni. De ez férfi erő kell, én csak megmutatom, várjál. Én a késnek a lapjával szoktam csinálni. Igen? Nem, így. Így? Na, hadd nézzük. Na, de te csináld, ez az. Így. De az egészet széttörni. Igen. Én így girizdenként szoktam, mert akkor azonnal tudom utána használni. Na, várjál, majd én használ. Megcsinálom. Aha. Csak lazán. Ahhoz, hogy tudjuk használni, ahhoz azt javasolom, hogy így egészbe belerakjuk, és hogy ízét vesszük át. Ja, jó. Ne égjen el. Őt meg ide kérlek. És jön az utolsó zöldségünk, ez egy radicchio. Igen. A radicchiót, ez az én kedvencem, mindenki, aki nálunk jár, az tudja, hogy mindenkire rátukmálom. Ez egy nagyon hálás kis saláta. Nagyon-nagyon sűrű a levele, és ezért kiválóan alkalmas arra, hogy grillezzük. Amúgy, ha valaki nem ismeri, elképesztően kesernyés, nagyon karakteres íze van, és magában én nem szeretem fogyasztani, de más ételekhez, salátákhoz, köretekhez vagy húsokhoz kifejezetten jól illik. És nincs semmilyen olyan trükk, hogy azt mondjuk, hogy nem tudom én, egy éjjelen keresztül kecsketejbe kell áztatni félholdnál, és akkor nagyon finom lesz. Mindig keserű marad. Ezt egész egyszerűen így, ahogy csak van, így, úgy, keserűen van, kell meg elfogadni. Most látjuk, hogy a salátánk elkezd itt az egyik, igen, oldalán szépen barnulni. A párgánk már kész, ezt majd átrakjuk egy tálcára. És most jön a csodaszer. Kapribogyó levet öntünk rá. Erre rakunk egy kis fáradt olajat. Kicsit fáradtnak néz ki, de nagyon-nagyon finom lesz. Nézzük meg, hogy én annyira szeretem az ételeket olasz néven szólítani, ha mondhatom így. Ennek mi az olasz neve? Radicchio grillát. Megvannak a spárgáim. Én ezt megfogom, szerintem oldalra teszem. Ide. És akkor én azt hiszem, hogy a carpaccio mellé. Ezt meg vigyázz, ezt ide rakjuk. Jó. És most jöhet a bisztekke fiorentina. Ott a nagy hővel kell dolgozni, tehát azt, amit kezdünk, amivel kezdünk, az az, hogy a tepsit hagyjuk szárazon felmelegedni. Semmit nem rakunk alája, hiszen
ennek a húsnak van egy bizonyos zsírtartalma, ami szinte azonnal kisül belőle, és egy rettenetesen finom ízt ad az egésznek. Na, itt van a cukinink, ebben még semmit nem csináltunk ebből a cukinival, tehát ez csontszárazon van megrillezve, nem volt alatt se olaj, se só, se bors, se semmi. Most várunk egy kicsit, és utána a világbajnok olajunkkal megöntjük, megsózzuk, megborsózzuk, és kész a fogyasztása. És kész is van. Akkor ezt is oldalra teszem. Így van. Hiszen megvárjuk, még lehűl. Amúgy az olaszoknál melyik a fő étkezés, melyik a legfontosabb étkezés? A vacsora, egyértelműen. Az olaszok legtöbbször 9 óra 15 felé mennek el a vendéglőbe. Ezt most hagyni kell, ameddig az alja teljesen ropogós lesz. Igen, egyszer minden felületen. Fordítjuk meg. Így kell, hogy kinézzem. És most jön a rozmarink, amivel csak ennyit adunk neki. Nem többet, de nem is kevesebbet. Őt kivesszük innen. Megnézzük, hogy tud-e valamit. Ez így jól lesz. Nem szabad, hogy odaragadjon, de ebben a serpenyőben az úgyse várható. Most lehet megsózni, és most adunk neki még egy kis borsot. És ez már olyan finom lesz, hogy csapna. És még jól bedörzsölöd egy kis rozmaring ággal. A közepe viszont az nyers lesz, tehát ez logikus, hogyha van egy 3 centi vastag húsunk, az egyik fő dolog az, hogy ne a jégszekrényből vegyük ki, hanem legyen már szobahőmérsékleten 3-4 órája előtte, mert hát a közepe az ugye ne 8 fokos legyen, hanem legalább 22 fokos. Az segít a folyamatunknak. Ez egy évszázados toszkán specialitás, egy vágás módja, tehát az itteni hentesek másképpen vágják föl a marhát, mint nálunk. Hogyha megnézzük ezt a részt, ez a bélszín, ez nálunk ugye így jön, nem csak nálunk, legtöbb országban a bélszínt azt ugye kivágják, és igen, külön szervírozzák, itt rajta hagyják ezen a szeleten, és így látni tudjuk, hogy az egyik fele az rettenetesen puha, ez a bélszín része, és a másik szelete az még szép, mondjuk azt, hogy dinamikus. Na nézzük. Minden. Mit tudja? Hát ez már nagyon jól néz ki, már elválik itt magától. Még adunk neki egy fél percet, és kivesszük. És hogy kívánod tálalni? Én ezt erre a tálra kívánom tálalni, úgy, ahogy van, ezt magába kell enni. Na. Azt hiszem, nem a klasszikus könyvek és újságok hasábjain megjelenő Toszkánát kell keresni, ha igazán meg akarjuk ismerni ezt a vidéket. Valami sokkal többet. Igaz embereket nagy szívvel, még nagyobb hanggal, gyomorkorgató ízeket, harsogó színeket a lankákban és a ligetekben, habzó tengert. Mert ilyen a Dolce Vita, azaz az édes élet Toszkánában.